A Szegedi Tudományegyetem 13 képzési területén kínál továbbtanulási lehetőséget. Az egyetem 12 karán és tanárképző központjában az élethosszig tartó tanulási jegyében sok száz alap, mester, egységes, osztatlan és doktori képzéssel, felsőoktatási szakképzéssel, szakirányú továbbképzési és felnőttképzési programmal várja a tanulni vágyókat. Ennek a portfóliónak az egyik legfiatalabb tagja a 3D központ, mely mintegy 250 négyzetméter alapterületen szolgálja ki a 3D nyomtatással kapcsolatos teendőket. Az intézet hivatott összefogni az egyetemen is nagy teret hódító 3D nyomtatással kapcsolatos oktatás és kutatás egy jelentős szegmensét, valamint a technológiában rejlő további lehetőségek feltárását. De vajon mi is ez a 3D nyomtatás? És hogyan jutunk el a felhasználásig? Gyertek velem egy virtuális sétára! A 3D nyomtatás során az előállítandó test alakját leíró digitális adathalmazból kiindulva igen vékony, egymásra épülő szeletekből, rétegről rétegre készítjük el a formát. A munka első lépéseként a kinyomtatandó testet vékony szeletekre bontjuk. Ezt követi a 3D nyomtatás alaplépése, amikor is az egyes szeleteket adott mintázat szerint létrehozzuk úgy, hogy az a megfelelő mértékben hozzákötődjön az alatta lévő, korábban ugyanígy kialakított réteghez is. Ezzel az eljárással képesekké váltunk tetszőleges komplexitású testek létrehozására. A Szegedi Tudományegyetem 3D központ fő küldetése, hogy minél hatékonyabban integrálja a 3D technológiát a személyre szabott gyógyászati irányok témakörében. Néhány orvostudományi alkalmazás, élőszövetek tervezése és előállítása, egyedi csontpótlások, rögzítések, vagyis implantátumok készítése és fejlesztése, a sebészeti tervezés és navigáció segítése, a betegspecifikus egyedi gyógyszerek összeállítása, amely mára a 3D nyomtatás révén már elérhető, de legalábbis egy elérhető közelségbe került. A modern 3D technológiák segítségével lehetőség van milliméteres, vagy annál kisebb mérettartományba eső tárgyak nyomtatására is. Felmerülhet a kérdés, hogy mire lehet használni egy ilyen apró tárgyat. Például előállíthatók optikai lencsék, mechanikai eszközök, alkatrészek, orvosi segédeszközök, mikroméretű tűk, hajszálerekbe építhető hálók, akár művészeti alkotások is. A másik véglet a nagyméretű tárgyak 3D nyomtatása. Például rakétahajtómű, motorcsónak, de akár egy teljes ház is elkészülhet 3D nyomtatással. Nyomtatóparkunk segítségével képesek vagyunk számos műanyag és fémtárgy, de akár biológiai szövetek nyomtatására is. Laboratóriumunkban elsősorban őssejteket és primer sejteket használunk fel a háromdimenziós szerkezetek elkészítéséhez. Ezek a sejtek képesek más szövetekké és sejtekké differenciálódni, szövetek sérülését gyógyítani. Asztali és professzionális nyomtatóink a szávolvasztásos, a sztereolitografikus és a porágyas 3D nyomtatási technológiákon alapulnak. A 3D központban a jelenleg használt eszközeinkkel akár 20 mikronos pontossággal is képesek vagyunk a célobjektumok előállítására. A biokompatibilis műanyagok, korrózióálló rozsdamentes acélötvözetek, illetve az orvosi alkalmazások szempontjából releváns titán és kobalt-króm ötvözetek nyomtatása is lehetséges. A 3D nyomtatás művelése komplex természettudományos ismereteket igényel, különösen anyagtudományi, informatikai és biológiai területeken, amelyek az élettudományi alkalmazások esetében természetesen orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi ismeretekkel is kiegészülnek. A Szegedi Tudományegyetem az érintett területek mindegyikén rendelkezik alap, sőt legtöbb esetben mesterszintű képzésekkel, így a 3D nyomtatással foglalkozó kurzusok a fizika, anyagmérnök vagy az infobionika alapképzések mellett az általános orvos, fogorvos és diplomás ápolóképzések részeként is elérhetőek, és lehetővé teszik a hallgatók bekapcsolódását a 3D központ szakmai munkájába. A 3D központban több technológia megtalálható egy helyen a hallgatók, oktatók és kutatók számára. Ha érdekel a high-tech vagy a komplex feladatok megoldása, akkor jelentkezz a Szegedi Tudományegyetemre. Tanulj nálunk, dolgozz velünk! Szeretettel várunk a 3D központba!